Egyre nő a feszültség a Paris Saint-Germain két szupersztárja, Kylian Mbappé és Neymar között. Kiderült, hogy ki lesz a Real Madrid főcélpontja 2023 nyarán. A Bayern Münchennél döntöttek. Harry Kane-nel akarják pótolni Lewandowskit. Vereséget szenvedett a magyar válogatott, így az olaszok lesznek ott a Nemzetek Ligája 4-es döntőjében. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Olasz sajtóhírek szerint a Juventus azt tervezi, hogy ajánlatot tesz a Chelsea-nek Christian Pulisic játékjogáért, aki nem tudja stabilizálni a helyét a londoni kékeknél. A torinói klub az ügynökén keresztül állítólag már fel is vette a kapcsolatot a sokoldalú és rendkívül technikás amerikai támadóval, akinek a vételárát a Chelsea 35 millió euróban állapította meg. Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya úgy véli, hogy idén Karim Benzema érdemelné meg a legjobban az aranylabdát. Figyelembe véve, hogy milyen teljesítmény nyújtott mind a Real Madridban, mind a francia válogatottban, nagyon megérdemelné, hogy ő kapja meg. Tavaly ősszel az ő vezérletével nyertük meg a Nemzetek Ligáját, és már évek óta a világ egyik legjobb csatárának számít. Nagyon boldog lennék, ha megkapná ezt a díjat, nyilatkozta az 53 éves szakember. A Manchester United és a Chelsea továbbra is érdeklődik az Inter holland jobbhátvédje Denzel Dumfries iránt, akit a milánói sztárcsapat hajlandó lenne eladni, amennyiben befutna érte egy 35 millió euró körüli ajánlat. A pletykákkal ellentétben a Juventus nem kíván megválni a januárban a Fiorentinától közel 82 millió euróért megszerzett Dusan Vlahovicstól, mivel a torinói vezetők az elmúlt időszakban nyújtott gyengébb teljesítménye ellenére is meg vannak győződve arról, hogy a szerb csatárból a jövőben topjátékos fog válni. Az FC Barcelona hátvédje Ronald Araújo mégiscsak úgy döntött, hogy megműteti a múlt héten az uruguayi válogatott egyik meccsén megsérült combját. A játékos ugyanis eredetileg a gyorsabb felépülés reményében a konzervatív kezelést preferálta, hogy ott lehessen az évvégi világbajnokságon, azonban a klub orvosainak végül sikerült jobb belátásra bírniuk a 23 éves játékost. Araújót Finnországban fogják megműteni, és várhatóan 2-3 hónapos kihagyás vár rá, ami egyet jelent azzal, hogy biztosan ki kell hagynia a katari világtornát. Angol sajtóhírek szerint a Manchester City szóban megállapodott saját nevelésű középpályásával, Phil Fodennel, a 2024-ig érvényes szerződésének 2028-ig történő meghosszabbításáról. Az új kontraktus értelmében pedig Foden fizetése is jelentősen meg fog emelkedni, méghozzá évi 624 ezer fontról évi 13 millió euróra, amivel Erling Haaland, Kevin De Bruyne és Jack Grealish után ő lesz a klub negyedik legjobban kereső játékosa. A The Telegraph szerint az elmúlt szezonban óriási veszteséget termelő Manchester United azt fontolgatja, hogy a magas, heti 350 ezer fontos fizetése miatt nem hosszabbítja meg 31 éves spanyol kapusa David De Gea 2023. júniusában lejáró szerződését, akinek a helyére az Everton angol válogatott hálóőrét Jordan Pickfordot szemelték ki a vörös ördögök. Az AC Milan ebben a szezonban is kiemelt figyelemmel követi a Lille támadójának Jonathan Davidnek a fejlődését. A kanadai játékos ugyanis egyike azon csatároknak, akiket a pályafutása végéhez közeledő Zlatan Ibrahimovic hosszú távú pótlására szemeltek ki, a piros-feketék. Az FC Barcelona hétfőn hivatalosan is közzétette az orvosi vizsgálatok jelentéseit Frenkie de Jongnak és Memphis Depaynak a holland válogatottban összeszedett combsérülésével kapcsolatban. Ebből pedig kiderült, hogy előbbire legfeljebb 2-3 hét, utóbbira viszont legalább egy hónapos kihagyás vár. Az Egyesült Arab Emírségekbeli Shabab Al-Ahli együtteséhez igazol a legutóbb a Lyonban futballozó, a nyáróta viszont ingyen igazolható belga korosztályos válogatott védő Jason Denayer, aki tegnap óta már Dubájban tartózkodik, hogy aláírja az egy évre szóló szerződését az arab csapattal, ahol ezen időszak alatt másfél millió eurót fog keresni. A 28 éves koszovói középhátvéd Amir Rahmani egyre közelebb van ahhoz, hogy némi fizetésemeléssel együtt 2027-ig meghosszabbítsa a jelenlegi 2024-ig érvényes szerződését a Napolival. Az angol Championship-ben szereplő Watford a csapat gyenge szereplése miatt tegnap menesztette az együttes menedzserét, Rob Edwardsot, akinek a helyére azt a horvát Slaven Bilicet nevezte ki a klub vezetősége, aki 2019. szeptember óta már a 9. tréner, aki megfordul a csapat kispadján. A Liverpool guineai középpályása, a vörösöknél általában csak csereként számításba vett Naby Keita, aligha hosszabbítja meg a 2023 nyarán lejáró szerződését az angol klubbal, és nem zárható ki, hogy jövőre visszatér Németországba,
Az RB Leipzig korábbi játékosa iránt ugyanis komoly érdeklődést mutat a Borussia Dortmund. A Real Madrid csatára Karim Benzema teljesen felépült a 3 héttel ezelőtt a Celtic elleni BL meccsen összeszedett sérüléséből, így a francia játékos várhatóan a Blancók vasárnapi Osasuna elleni bajnokián már Carlo Ancelotti rendelkezésére fog állni. A Real Madrid sem Marco Asensio, sem pedig Mariano Diaz 2023 nyarán lejáró szerződését nem kívánja meghosszabbítani, így a két játékos jövőre várhatóan búcsút int a királyi gárdának. Nem sikerült az újabb bravúra magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája A-ligájának harmadik csoportjának utolsó játéknapján. Marco Rossi legénysége ugyanis 2-0-ás vereséget szenvedett Olaszországtól, ami azt jelenti, hogy a 11 ponttal záró Squadra Azzurra lett a csoport első, és jutott be a torna jövő nyáron esedékes 4-es döntőjébe, míg a mieink a 10 megszerzett pontjukkal végül minden várakozást felülmúlva, a németeket és az angolokat is megelőzve a második helyen zárták a halálcsoportnak hívott kvártettet. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és sportrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A Bild értesülései szerint a Bayern München fő kiszemeltje a következő szezonra a Tottenham Hotspur középcsatára, Harry Kane. A müncheni klubnál az elmúlt időszakban nem is volt kérdés, hogy ki az első számú támadó, hiszen Robert Lewandowski 2014-es megszerzését követően világklasszis teljesítmény nyújtott. A Borussia Dortmundtól megszerzett lengyel légiós az első szezonját leszámítva, amikor azért 25 gólt szerzett, minden idényben legalább 40 alkalommal volt eredményes az összes tétmérkőzést figyelembe véve. Az előző 3 idényben pedig még erre is rátett egy lapáttal, és egészen elképesztő mennyiségben termelte a gólokat. A 2020-21-es szezon Gerd Müller megdönthetetlennek tartott rekordját is átadta a múltnak azzal, hogy 41 találatot ért el a Bundesligában. Lewandowski neve szinte összeforrott a Bayernnével, így eleinte kevesen vették komolyan azon kijelentését, hogy távozni szeretne. Ám végül ez valóban megtörtént, és a lengyel klasszis Barcelonába igazolt. A bajorok pedig elkezdték keresni az utódját, és rengeteg csatárral kapcsolatba is hozták a klubot. Azonban a vezetőedző Julian Nagelsmann nem pontosan ugyanolyan játékost keresett, mint Lewandowski, akivel állítólag tavasszal már szakmai vitái is voltak. A tréner ugyanis egy sokkal mozgékonyabb és rugalmasabb támadó alakzat képzelt el, amelynek nincsen egy olyan fókuszpontja, mint Lewandowski volt, hanem a játékosok gyakran változtatják a helyüket, és a gólszerzés sincsen egyetlen emberre kihegyezve. Ennek megfelelően végül a Liverpool szenegáli játékosa Sadio Mané érkezett, aki a jobb és a bal oldalon, vagy akár középen is képes kiemelkedő teljesítményre. A szezon nem is kezdődött rosszul a Bayern számára, hiszen a csapat az első 4 összecsapásán 20 gólt szerzett, a Bundesligában 6-ot rúgott az Eintracht Frankfurtnak és 7-et a VfL Bochumnak. Mané pedig középcsatárt játszva, de a gyakorlatban sokszor oldalra kimozogva vagy a középpályára visszalépve ezen a 4 találkozón 4-szer volt eredményes. Ezt követően azonban valami megváltozott. A müncheniek ugyan a Bajnokok Ligájában az Intert és az FC Barcelonát is 2-0-ra verték, a bajnokságban a legutóbbi 4 mérkőzésből egyet sem tudtak megnyerni, 3 döntetlen mellett 1 vereséget szenvedtek, és ezen a 4 összecsapáson már csak 4 találatot értek el. Egy ilyen eredménysor a Bayernnél már krízis helyzet, így természetesen előjöttek azok a hangok, amelyek szerint mégiscsak el kellene a csapatban egy klasszikus középcsatár. Ez egyben Nagelsmann burkolt kritikájának is számít. Miközben a vezetőség a nyilvánosság előtt folyamatosan hangsúlyozza, hogy töretlenül bízik Nagelsmannban, az edzőváltás fel sem merült, a pletykák szerint azért Thomas Tuchel londoni menesztése elgondolkodtatta a sportigazgatót, Hasan Salihamidžićot, aki ráadásul a Bild értesülései szerint már is azon dolgozik, hogy a következő idényre megszerezze Harry Kane. A Tottenham Hotspur angol támadóját már a nyáron is kapcsolatba hozták a Bayernnel, akkor azonban nem sok realitása volt a váltásnak, lévén a Spurs Antonio Conte irányításával kiharcolta a Bajnokok Ligája részvételt, és a klub vezetősége komoly erősítéseket ígért meg az olasz szakembernek. A londoniak egyelőre nem is állnak rosszul a Premier League-ben, de mindez korán sem jelenti azt, hogy Kane érinthetetlen lenne. Elvégre a 29 éves saját nevelésű center korábban már közel volt ahhoz, hogy elhagyja a klubot. 2021 nyarán a Manchester City vitte
volna, és Kane is szívesen igazolt volna a manchesteriekhez, akik azonban a Spurs által kért 118 millió eurós vételárat túl soknak gondolták. A csatár így maradt, és egyelőre remekül érzi magát Conte alatt, azonban szerződése 2024-ben lejár, és alig, hanem a jövő nyár lesz az utolsó lehetőség arra, hogy egy másik sztár csapathoz igazoljon, ha erre vágyik. Hiába számít ugyanis élő legendának a Tottenhamnél, nevelőegyesületével még semmilyen trófeát nem tudott nyerni. Minden esetre Kane játékstílusa sok mindenben hasonlít Lewandowski-ra, hiszen nem csak gólvágó, hanem az előkészítéshez is ért, és a Bild szerint a Bayern már fel is vette a kapcsolatot az ügynökével, aki nem más, mint a testvére, Charlie. A Borussia Dortmund támadó középpályása Jude Bellingham minden bizonnyal a jövő nyári átigazolási piac egyik legkeresettebb játékosa lesz, és a sztárklubok már meg is kezdték a versengést a megszerzése érdekében. Míg pár napja az angol sajtó arról írt, hogy az ifjú titán szívesen igazolna a Liverpoolba, most a Marca azt állítja, hogy Bellingham a Real Madridban akarja folytatni pályafutását. Az minden esetre biztos, hogy a dortmundi játékos megfigyelőknek nagy dicséret jár a klubvezetéstől, amiért pár éve a BVB figyelmébe ajánlották az angol középpályást. Persze különösen nagy bravúr nem kellett ahhoz, hogy felfigyeljenek Bellinghamre, aki már nagyon fiatalon kitűnt a tehetségével a korosztályából. 8 évesen csatlakozott a Birmingham Cityhez, amelynek színeiben 16 évesen és 38 naposan be is mutatkozhatott a felnőttek között. Akkor már a neve ott szerepelt szinte minden sztárcsapat tehetségkutatóinak jegyzett füzetében, a Liverpool és a Chelsea már az ifjúsági csapatból is vitte volna, de Bellingham a családjával együtt nagyon tudatosan tervezte a pályafutását, így előbb végigjátszott egy idényt az angol másodosztályban a Birmingham Cityvel, majd a hazai ajánlatok helyett, amelyek között ott volt például a Manchester United-é is, 2020 nyarán a Borussia Dortmundét fogadta el, mert tisztában volt vele, hogy a német egyesületnél fiatalon is megkapja a játék lehetőséget. A dortmundiak 25 millió eurót fizettek érte, és jellemző, hogy a középpályás távozása után a Birmingham Citynél visszavonultatták a 22-es messzámot, amiben Bellingham szerepelt. A játékos számítása bejött, hiszen Németországban valóban nem az életkorát, hanem a játéktudását nézték, így első két idényében 90 tétmérkőzésen léphetett pályára, a teljesítménye pedig egészen kiemelkedő volt, hiszen ezeken 10 találat mellett 18 gólpasszt osztott ki, és bár még mindig csak 19 éves, de már kihagyhatatlan a csapatból, és igazi vezéregyéniségnek számít. A dortmundi üzleti modellnek megfelelően csak az a kérdés, hogy mikor adják el. A klub 2020-ban Jadon Sanchót, idén-nyáron pedig Erling Haalandot értékesítette fiatal klasszisai közül, és a következő a sorban minden bizonnyal Bellingham lesz. Az időközben az angol válogatottban is bemutatkozó játékosnak már idén-nyáron is voltak kérői, az Arsenal kivételével gyakorlatilag mindegyik angol sztárklub vitte volna, de most még nem akarták eladni. Egy év múlva azonban alig, hanem más lesz a helyzet. Bellingham szerződése 2025-ig érvényes, és bár a Borussiánál nem vetik el a kontraktus meghosszabbítását, szinte minden forrás megegyezik abban, hogy a mostani idény végén 120 millió euró körüli összegért hajlandók lennének eladni. Eddig elsősorban a Premier League sztár csapataival hozták kapcsolatba Bellinghamet, leginkább a Liverpool-lal, amelynek a középpályájára el kellene némi vérfrissítés, és a vörösök szakvezetője Jürgen Klopp többször is nagyon elismerően nyilatkozott a focistáról. Egyes angol lapok szerint mindenképpen vele akarja megerősíteni a csapatot. Bellingham pedig példaképei között említette a liverpooliak egykori klasszisát, Steven Gerrardot, illetve azt a Jordan Hendersont, akivel a válogatottban már játszott is együtt. A jelek szerint azonban a Real Madridnál sem tettek le az angol kiválóság megszerzéséről, és már is elindították a médiakampányt ennek érdekében. A királyi klub belső köreihez közel álló, sok szempontból a klub szócsövének számító márkában megjelent cikk szerint Bellingham a Realban akarja folytatni pályafutását, mert úgy érzi, hogy ott van a legtöbb esélye arra, hogy trófeákat nyerjen. Más kérdés, hogy Eduardo Camavinga és Aurelien Tchouaméni leigazolását követően a madridiaknak szakmai szempontból nem nagyon van szükségük még egy középső középpályásra. Ráadásul a focista családja a Bellingham brandet is igyekszik építeni, és a nyáron levédette a Jude Bellingham márkanevet, illetve két céget is beegyeztetett az Egyesült Királyságban, ami inkább a Premier League-be való visszatérést valószínűsíti. Lapértesülések szerint továbbra sem ideális a viszony a Paris Saint-Germain két világklasszisa, Neymar és Kylian Mbappé között, még a két játékos a nyilvánosság előtt igyekszik is leplezni a problémákat. Pedig jobban nem is nagyon mehetne a párizsi sztár alakulatnak, hiszen a PSG ebben a szezonban eddig egyetlen döntetlentől eltekintve mindegyik tétmérkőzését megnyerte, és a nyáron érkezett szakember Christophe Galtier irányításával egyre inkább kezdi igazi csapatbenyomását kelteni. Elől a három világklasszis támadó, vagyis Lionel Messi, Neymar
Neymar és Mbappé egyaránt kiválóan futballozik. Olyannyira, hogy a Ligue 1-ben, illetve a Bajnokok Ligájában a csapat eddigi 31 góljából 24-et ők értek el. Belsős források szerint ugyanakkor Mbappé és Neymar között akad némi feszültség, ami az idén kezdetén a pályán is meglátszott, leginkább a Montpellier elleni bajnokin még augusztusban. A találkozót a párizsiak meglehetősen simán 5-2-re nyerték, és még az is belefért, hogy Mbappé kihagyjon egy 11-est. A probléma éppen ezzel kezdődött, azt még a szezonrajt előtt tisztázták, hogy a PSG első számú büntetőrugója Mbappé, amit Neymar el is fogadott, de a jelek szerint azt nem beszélték meg, hogy mi a helyzet, ha a francia támadó kihagy egy 11-est. Amikor ugyanis azon a bajnoki még egy büntetőt ítéltek a párizsiak javára, akkor a brazil gyorsan ott termett, magához ragadta a labdát, és kétséget sem hagyott afelől, hogy ő lesz az ítélet végrehajtó. Így is történt, és Neymar be is lőtte a 11-est, azonban Mbappénak ez láthatóan nem tetszett, mint ahogyan valószínűleg az sem, hogy a meccset követően a brazil sztár a közösségi médiában belájkolt néhány olyan bejegyzést, amelyben kritizálták Mbappét viselkedése miatt. Mert hogy a világbajnok csatár ugyanezen a meccsen egy támadásnál szinte megsértődött, hogy egy kontránál nem ő kapta a labdát, és a támadásnak hátat fordítva duzzogni kezdett. Ez már a klub vezetőségének is sok volt, és a hírek szerint a meccs másnapján Galtier egy megbeszélést tartott az egész keretnek az öltözőben, amelynek során mindenkit megkért, külön kiemelve Neymart és Mbappét, hogy tegyék félre az egyéni sérelmeket, és csak a csapat érdekét vegyék figyelembe. A külvilág felé pedig végképp nem utassák, hogy probléma lehet köztük. Ez működni látszik, hiszen a csapat remekel, de a feszültség továbbra is ott van a háttérben. A Juventus elleni BL meccsen például Neymaron látszott, hogy elégedetlen, amikor Mbappé a lövést választotta ahelyett, hogy zicserbe hozta volna őt. Tény, hogy a franciának még egyetlen asszisztja sincsen a szezonban, míg a brazil már 3 gólpasszt is kiosztott neki, az egyiket éppen az előbb említett Juve elleni találkozón, de ez inkább következik a taktikai felállásból, jelenleg ugyanis a PSG-ben Mbappé az előre tolt ék, és Neymar, illetve Messi kicsit mögötte játszik. Minden esetre, amikor minap a franciaországi Le Havre-ban lejátszott Brazília-Gána barátságos válogatott mérkőzés után egy újságíró Mbappéről kérdezte Neymart, akkor a brazil előbb úgy tett, mint aki nem érti a kérdést, mondjuk az afrikai akcentusú angol nyelven elhangzó mondat valóban nehezen dekódolható volt, majd válasz helyett inkább gyorsan otthagyta a zsurnalisztát, ebből pedig sokan arra következtetnek, hogy a két játékos között valóban fagyos a viszony. Ezek voltak tehát az elmúlt nap legérdekesebb és legfontosabb hírei. Írjátok meg véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.